Legjobbja a tavasz leggyengébb csapata ellen, tehát is felvezethetnénk ezt a mérkőzést, hiszen már többször elhangzott, hogy 2014-ben a bajnokságban a Honvéd gyűjtötte a legtöbb pontot, tehát most tavasszal összesen számszerűen 10, a Mezőköves viszont egyetlen egy 3 ponttal büszkélkedhet a 16. helyen. Jöhet tehát a Honvéd szöglete. Bonazzoli lövése, és aztán Horváth védett. Szépen fordult rá, és nagy erővel lőtte meg Zsob szöglete után a labdát Bonazzoli. Bonazzoli, Bolender. Még mindig ott van, Zsob lövését védte bravúrral a kapus. Belövi Bonazzoli a labdát. Bolender visszakészíti, Zsob közvetlen közelről leadott lövését nagyon nagy bravúrral védi a kapus. Egyelőre nagyon masszívan, nagyon fegyelmezetten védekezik le a csapatok a mérkőzést. Véletlen, hogy sok helyzetet nem sikerült kialakítani. King rúgott oda. Aztán saját játékosát Hidit találta fejbe a labdával Alcibiá, de itt pedig Menugo megszerzi a vezetést a Mezőkövesnek. Szinte elaludt a Honvéd ennél a szabadrúgásnál, Menugo pedig teljesen üresen maradt. Zsob visszament a jobb oldalra. Bognár elveszi tőle a labdát, Halsányi kéri Bognártól, Bognár lövi felé. Először is Bognár dicséret érdemli, mert itt nagy küzdelem árán megszerezte a labdát. Más kérdés, hogy lehet, hogy le kellett volna passzolni Halsányinak, de így is megteremtette a lehetőséget. Halsányi, Menugong. Nagy labda, Menugong, Harsányi, nincsen les, és Kemenes védett óriásit. Alcibiade Bognár elé fejeli, Harsányi, nincsen les, Harsányi, Juhacsel, Harsányi lövi rá, Kemenes kiüti, kislőheti, belevetődik azonban Barát. Szenzációs ütemű az indítása Bognárnak, és itt remekül húzza vissza a labdát, és csapja be Alcibiádét Harsányi, Kemenes mentett. A gólszerző Menugong fog majd lemenni. Egyszerűen Alcibiade megragadja grabancát Menugongnak, és most mi lesz az ítélet vajon? Ott a piros lap is a játékvezető kezében. Menugong eljátszotta ugyanis, hogy neki fogalma sincs, hogy őt cserélik le. Fölment a pumpa Alcibiadénál. Piros lap, miután már volt neki egy sárgája korábban. Bécsei. Jó lövés, kapufa! Kis. 4-3 ellen most, ketten a jobb oldalon, Bognár elfekteti az embert, nagy játék volt, és Kemenes mentett lábbal. Ez fantasztikus helyzet felismerés, elfektette Lovricsot. Velicki mellé! Épp hogy elcsavarodott a hosszú fölső előtt. Vécsei. Fótyik előzi meg Daudot. Fótyik. Ignyatovicsról kerül tovább. Fótyik elé teszi Bognár. Fótyik és megint Kemenes lábbal. Belövi a 16-oson belül. Bonazzoli lefejeli és Lupoli. Megelőzte Horvátot, de a keresztlécre lőtte annak a tetejére a labdát. Óriási csatában végül is a Mezőköves Zsóri legyőzte a Honvéd csapatát.